Üdvözlöm Önöket, Móroi Péter szerkesző vagyok, és ez a háborúk hírei exkluzív. Ebben a rovatunkban neves szakemberek, tényfeltáró újságírók tanulmányait és geopolitikai témájú cikkeit ismertetjük. Mint ismert, Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, az orosz invázió második évfordulóján azt közölte, hogy a háború eddigi teljes ukrán katonai vesztesége 31 ezer fő. Ezt a számadatot világszerte enyhén szólva kételkedve fogadták, mert az áldozatok számát független becslések egy nagyságrenddel nagyobbra számították. Az egyik legalaposabb magyarországi biztonságpolitikai szakértő, a csatornánkon is többször megszólaló Szabó József legutóbbi a Facebook oldalán megjelent elemzésében a hozzáférhető publikus adatokból kiindulva veszi nagyító alá az ukrán elnök kijelentését. Ezt ismertetjük most. Olvasom és nézem Zelenszky elnököt. Azt mondja, hogy az AVGFK-t ugyan feladták az ukrán erők, ám elsődleges céljukat teljesítették, lenullázták az orosz megszállókat. Az elnök álláspontja szerint az AVGFK-ba való bevonulásért az oroszok 47 ezer katonájuk életével fizettek. A veszteség arányt is közli az ukrán elnök. Ez szerint ez egy a héthez. Ez azt jelenti, hogy az ukrán veszteség Avgyevkában FK-ban 6700 fő volt. A fenti adatokhoz hozzáolvasom Tom Cooper harctéri beszámolóját, aki ráerősít az ukrán hivatalos adatokra. Ráadásul szerinte úgymond mindenki hülye, aki nem úgy gondolja, hogyan ő. Én korábban is elmondtam ide Szabó József, számomra a csatatér realitása az alap kiinduló pont. Ha az oroszok ki tudták verni a 2014 óta folyamatosan erődvárosá fejlesztett FGFK-ból az ukránokat, akkor ez azt jelenti, hogy olyan erőket sikerült felvonultatniuk az ostromra, amelyek biztosították az orosz katonai vezetés akaratának kikényszerítését. A mese világa az, hogy az ostromra felvonultatott körülbelül 40 ezer fős, ez ukrán adatnak számít, tehát a 40 ezer fős erőcsoportosításból az oroszok 47 ezer főt veszítettek. Ekkora veszteség mellett ugyanis egész egyszerűen nem tudtak volna sikert elérni. Nem voltak és most sincsenek végtelen tartalékai az oroszoknak, hogy folyamatosan feltöltsék az első lépcső alakulatait. Vagyis az a következtetésem, hogy egy nagy hazugságot próbálnak elhitetni a világgal, vagy inkább az amerikai füleknek kedves, ez a de mennyi oroszt öltünk meg kezdetű duma. És akkor váratlan helyről jön szembe az igazság. Az ukrajinszkaja Pravda saját kutatást indított a hat kötelezettek halmazáról abból a célból, hogy a rada előtt lévő mozgósítási törvényt hogyan lehet majd végrehajtani a szándék tehát nem az ukrán veszteségek felfedése volt, ám mégis ez is kijön alapáltal közölt adatokból, mint ahogyan az is, hogy az emberi erőforrások tekintetében Ukrajnának nagyon is végesek a tartalékai. Nézzük akkor a számokat. A férfiak 25-60 éves korosztályának halmaza összesen 11.141.040 főt tartalmaz a pontos létszámot az adószámok alapján határozták meg. Ez a létszám tartalmazza a megszállt területeken maradt embereket is, közel 3 millió főt, akiket le kell vonni az összlétszámból. Szintén levonandó az a körülbelül 1 millió fő, akik külföldre távoztak. És figyelem, most jön a veszteség adatra utaló szám. Másfél millió fő tartozik a fogyatékossággal élők csoportjába. Egy korábbi posztomban éppen az egészség- és nyugdíjbiztosítási adatokból próbáltam következtetéseket levonni a háborús sérültek valós számára vonatkozóan. A 2023. szeptember 19-i írásomban nekem is feltűnt, hogy míg Ukrajnában a nyugdíjasok összlétszáma csökkenő tendenciát mutat, addig e halmazon belül a fogyatékkal élők száma emelkedett. Igaz viszont, hogy 2023 őszén még csak a 2022-es adatok álltak a rendelkezésre. Ez a másfél millió fogyatékkal élő személy a hatköteles férfi populáció 13%-át teszi ki. Ez rendkívül nagy szám és nagy arány. Sőt, az arány tekintve még rosszabb a helyzet, hiszen Ukrajna számára elérhetetlen a megszállt területek férfi lakossága és a külföldre távozottak is a fogyatékkal élők még Ukrajnában vannak. Így a hat kötelezettek halmaza csak körülbelül 7,15 millió főt számlál. A másfél millió fogyatékkal élő ember ennek a korrigált halmaznak már a 21 százaléka. És ami egy másik lényeges pont, hogy a 7,15 milliós létszámból le kell vonni ezt a másfél milliót is. Így marad 5,65 millió fő legalábbis elvileg. Mert itt egy újabb levonás következik. 950 ezer főről, ez a hat köteleseknek a 9 a a hatóságok ugyanis az adószámon kívül nem tudnak semmit sem. Maradt tehát 4,7 millió fő. Ebből katonai szolgálatot teljesít jelenleg 1 millió 225 ezer fő. Tehát jelenleg kevesebb, mint 3,5 millió behívható embere van Ukrajnának, akik munkahelyen rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozók. És itt van értelme annak, hogy többféle módon is közelítek Ukrajna problémáihoz. Pár hónapja egy munkaerőpiaci kitekintést adtam. A nagy kérdés, és persze a dilemma is az, hogy miként hajtható végre egy 500 ezer fős aktív, a munka világában foglalkoztatott embercsoport kivonása a gazdaság vérkeringéséből úgy, hogy közben még a gazdaság is működőképes maradjon, és az állam is bevételekhez jusson a haderő fenntartására. Mert nem is annyira mellesleg az 500 ezer fő mozgósítása 500 milliárd rígnyába kerülne az ukrán államnak. Ez a poszt viszont a veszteségek okán született meg. Még egyszer tehát összefoglalva, a 25-60 éves férfi korosztályból másfél millió ember fogyatékkal él. Számában és arányaiban is ez igen magasnak számít. Különösen akkor, ha figyelembe veszünk egy történelmi tapasztalatot. A hat kötelesek 25%-ának az elvesztése összeomláshoz vezethet. Szerintem Ukrajna már közel van ehhez a ponthoz. És akkor még egy megjegyzés. Összehasonlításul vegyük a 2016-os magyarországi mikrocenzus adatait. Ez szerint a teljes populáció 4,3%-a tartozott a fogyatékossággal élők halmazába. A tényleges arány kicsit kevesebb, mivel egy személy több fogyatékossági csoportot is megjelölhetett. Ha Ukrajnának valóban 1.225.000 férfi embere van fegyverben, akkor nem nagyon érthető az, hogy mi szükség lenne újabb 500 ezer fő mozgósítására. Ha meg szükség van rá, akkor ez 1 millió 225 .000 fő egyszerűen nem igaz. Vagyis a mozgósítás kapcsán kifejezetten vesztességpótlásról lehet szó. Zárja írását Szabó József. Ez volt tehát a háború hírei exkluzív mai adása, Morvai Péter szerkesztőt hallották. Nagyon köszönjük, hogy feliratkoztak a csatornánkra, immár több mint 60 ezeren, és ha esetleg ezt nem tették volna még meg, akkor kérem, csatlakozzanak, hogy elsőként értesülhessenek az új műsorainkról. Addig is szép napot kívánok, találkozunk a legközelebb is a Viszonthallásra.